8 óra van, ez a híradó az M1-en, Kontra György vagyok, jó reggelt kívánok! A világot sújtó élelmiszer, energia és egyéb válságok megoldásainak módjáról egyeztetnek a vezetők a Davoszi Világgazdasági Fórumon. Több mint 100 ország képviselője, köztük 50 állam és kormány fő vesz részt a találkozón. Az 53. fórumra idén Oroszország nem kapott meghívást. A Davoszi Fórumon részt vesz a külgazdasági és külügyminiszter is. Szijjártó Péter a közösségi oldalán azt írta, bőven lesz mit megbeszélni. Átfogó reformokat ígért az Európai Parlament elnöke a testület korrupciós botránya nyomán. Roberto Metsola azért kényszerül erre, mert egyre több szocialista és néppárti képviselőről derül ki, hogy készpénzt vagy nagyértékű ajándékot fogadtak el közel-keleti és afrikai országoktól. Decemberben robbant ki a brüsszeli politikai elit eddigi legnagyobb korrupciós botránya. Akkor tartóztatták le Eva Kaili görög szocialista politikust, az EP alelnökét, aki a gyanú szerint családtagjaival és kollégáival kenőpénzt és értékes ajándékokat fogadott el Katartól. Eva Kailinál és a hozzá közel álló embereknél több mint 1,5 millió eurót, azaz 600 millió forintot találtak. Az ügy másik szereplője Pier Antonio Panzeri volt, olasz európai parlamenti képviselő, akinél a belga hatóságok 600 ezer eurónyi készpénzt találtak, de Panzeri feleségét és lányát is vizsgálati fogságba helyezte az olasz rendőrség. Panzeri jó barátja, Mark Tarabella, belga szocialista EP képviselő csütörtökön volt kénytelen lemondani az Európai Parlament egyik bizottsági tisztségéről. Tarabellától igyekszik szabadulni frakciója is. Felfüggesztették az EP szocialisták és demokraták nevű képviselőcsoportjában is, és visszavonta tagságát a Vallon Szocialista Párt is. A belga képviselő eddig csak azt ismert el, hogy nagyértékű utazást fogadott el, amit nem jelentett a szabályoknak megfelelően, de a hírek szerint pénzt is elfogadhatott Katartól és Marokkótól. De Tarabella mellett honfitársa, szintén szocialista Maria Arena is lemondott egy másik EP-testület az Emberi Jogok Albizottságának elnöki posztjáról. A baliberális képviselőnő azonban eddig szokatlan útját választotta a védekezésnek. Ő a titkárságát és az EP bürokratikusságát hibáztatta. Alla sinistra diffusa. És új névként hétfőn az olasz szocialista Andrea Cozzoli is az ügy részese lett. Hétfőn az ő és Tarabella mentelmi jogának felfüggesztését kérték az EP-től. Frakciója már őt is törölte a tagjait felsoroló internetes portáról. Azt az Európai Parlament vezetése is érzi, hogy a korrupciós botrány csapást mért a testület hitelességére, ezért az elnök hétfőn komoly reformokat ígért, konkrétumokat nem. Az elmúlt hónapok eseményei megmutatták, hogy újra kell építenünk az európai polgárok bizalmát, hiszen őket képviseljük. Ezt el kell ismernünk, a polgárok jogosan követelik az elszámoltathatóságot és az integritást. Választ fogunk adni, ígérte az EP elnöke. A brüsszeli korrupciós ügy kulcsfigurája Eva Kaili a jelek szerint a magyar baloldali politikusokkal is kapcsolatban volt. Nemrég előkerültek olyan fotók, amiken az MSZP-s Gurmai Zita látható jó hangulatban Eva Kailival egy korábbi rendezvényen. A magyar baloldali politikus szerint ettől még neki nincs köze törvénybe ütköző dolgokhoz. Legutóbb pedig az MSZP-t már korábban otthagyó Újhely Istvánról cikkezett az Origó, egy olyan szelfit közöltek, amelyen Eva Kailival mosolyog egy képen. Újhely István szerint ez a korrupciós ügy fényében is csak jó ízű kacagást okozott nála. A Fidesz szerint a magyar baloldal európai parlamenti képviselői kapcsolatban állhattak a brüsszeli korrupciós botrány főgyanúsítottjával. Hollik István azt mondta, a dollár baloldal EP képviselői, köztük Dobrev Klára és Újhely István hiába tagadják közeli viszonyukat Eva Kailival, közös Facebook bejegyzések, fényképek, sőt vigyorgós szelfik is bizonyítják, hogy nem csak munkakapcsolatban voltak vele. A brüsszeli korrupció, amelyben Eva Kaili személye csupán éghet csúcsa, túlmutat önmagán, hiszen sorra buknak le a kétes ügyletekben keveredett politikusok, a dollár baloldal pedig azt se tudja, hogy hová bújjon. Pedig ideje lenne, hogyha végre kiállnának és egyenesen beszélnének mind a dollár baloldal a külföldi befolyásolás ügyéről, mind pedig arról, hogy milyen szerepük volt a brüsszeli korrupciós botrányban. Svédországnak és Finnországnak körülbelül 130 terroristát kell kiutasítania, vagy kiadnia Törökországnak ahhoz, hogy Ankara támogassa NATO csatlakozásukat. Ezt jelentette be a török elnök. Recep Tayyip Erdoğan különösen Stockholmtól várja el, hogy hatékonyabban lépjen fel a kurdisztáni munkáspárt nevű kurd szakadár szervezet ellen, amelyet Törökország mellett sok nyugati ország is terrorszervezetnek tart.
Sok helyen okoz gondot a közlekedésben a hirtelen jött havazás. Szlovénia és Ausztria hegyvidéki területein nagy mennyiségű hó bénította meg az autópályák forgalmát. Máshol a jég miatt csúszósá vált utakon tömegbalesetek voltak. Lengyelországban legalább 40 autó csúszott össze egy úton. Alig halad a forgalom a szlovén fővároshoz közeli autópályákon. A hirtelen jött havazás közlekedési káoszt okozott hétfő reggel a várost elkerülő körgyűrűn, ahol rengeteg kamion veszteg el hosszú sorokban. A belváros útjain sem jobb a helyzet. A hóeltakarításban rengeteg munkagép vesz részt. Elsősorban a főútvonalakat és a buszmegállókat próbálják megtisztítani. Több órás késések alakultak ki a vasúton is, ugyanis hósúlyától letört faágak és kidőlt fatörzsek akadályozták a közlekedést. Az erős havazás meglepte Ausztria autósait is. A stájerországi A2-es autópálya egyik hágójának közelében több teherautó is elakadt. Az útra dőlt fák komoly forgalmi dugót okoztak Grác közelében. A havazás miatt néhány magasabban fekvő településen az áramellátás is akadozott. A csúszós utak a lengyelországi autósokat sem kímélik. Az ország déli részén haladó S74-es autópályán mintegy 40 gépjármű szaladt egymásba a fagyos aszfalton. A rendőrség szerint a balesetben 8 ember sérült meg könnyebben, akiket a közeli kórházakban láttak el. A hatóságok azonban még vizsgálják, hogy pontosan mi okozhatta a tömegbalesetet. Műanyag darabok és összetört autók, amerre csak a szemmel lát. Csak nem 50 jármű ütközött össze egy jeges autópályán, a dél-koreai főváros közelében is vasárnap este. A balesetben egy ember meghalt, és több tucatnyian szenvedtek könnyebb sérüléseket. A dél-koreai hírügynökség szerint ez volt a legnagyobb baleset a hétvége folyamán az országban. Nem sokkal korábban 7 jármű ütközött össze egy alagút közelében a főváros keleti részében is. Ebben a balesetben 2 sérültek meg könnyebben. Sziklaomlást idézett elő a szűnni nem akaró esőzés Kaliforniában. A forgalmas egyes számú főútra hatalmas szikladarabok zuhantak, a forgalmat leállították. Pescadero környékén is megbénult a forgalom, miután egy nagyobb szakaszon az utat elmosta a víz. Kaliforniában folytatódik az özönvízszerű esőzés, több ezer embert evakuáltak, mert kiöntöttek a folyók és a tavak. A hegyvidéki szakaszokon rendkívül veszélyessé vált a közlekedés a földcsúszamlások miatt. Megkezdődött a télűzés Bulgáriában és Észak-Macedóniában. A magyarországi busójáráshoz hasonlóan ezekben az országokban is elűzik télen a rossz szellemeket és a betegségeket. A legnagyobb hagyományos ünnepre idén is rengeteg látogató kíváncsi. A magyarországi busójáráshoz hasonlóan Bulgáriában is nagy hagyománya van a maszkos ünnepeknek, hogy rémisztő jelmezekben elűzzék a telet. Országszerte, faluhelyen és a kisvárosi fesztiválokon is lelkesen ápolják a régi hagyományt. A téltemetés, az átváltozás, az újjászületés ünnepét. Ilyenkor a városlakók közül is sokan utaznak haza a szülőfalujukba, hogy gyerekkori otthonukban különféle maskarákat öltve részesei legyenek a mulatságnak. Ez az egyetlen ünnep, amikor mindenki visszajön látogatóba, még az is, aki már rég nem itt él, nyilatkozta az esemény egyik résztvevője. A vörösbe öltözött és maszkot viselő mulatozók az övükre erősített kolompokkal riasztják el a gonosz szellemeket és a betegségeket. A pogány időkből származó hagyomány nemzedékekről nemzedékekre öröklődik Bulgáriában. A családomból szinte mindenki részt vesz ezen az ünnepen. A nagynénémnek és a feleségemnek is saját jelmeze és harangja van. Amikor megszülettek a gyerekeink, akkor nekik is vettünk harangot és jelmezt is csináltunk, mondta egy másik résztvevő, aki a lányának is készített egy maszkot az idei ünnepségre. Kosztümös mulatozók vonultak fel az észak-macedóniai Vevcsáni utcáin is a hétvégén. Bulgáriához hasonlóan itt is több mint 1000 éves hagyománya van a zajos, zenés, télűző karneváloknak. Itt azonban az ünneplés modernebb formáját választják. A popkultúra ihlette jelmezeken túl az aktuális események szatirikus újrajátszását is láthatják az ide látogatók. Nagyon jól érzem magam. Érdekes és szórakoztató elűzni az elmúlt év gonosz szellemeit, hogy az új év jobb legyen, mondta a felvonulás egyik résztvevője.
A fesztiválokat minden év első hónapjában rendezik, és a kétnapos látványosságok a balkáni régió legnagyobb tradicionális ünnepeinek számítanak. Ez volt a Híradó 8 órától. További híreket, videókat a híradó.hu oldalon találhatnak. Itt az M1-en most a Nemzeti Sport Híradó, jön Bikman Emillel.